Szia Elvira, szeretettel köszöntelek ebben a beszélgetésben, és tiszta szívből gratulálok a Star Agent szint eléréséhez. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szint. Azt szeretném először kérdezni, hogy te hogy kerültél egyáltalán a DXN-nel kapcsolatba? Én körülbelül novemberbe kerültem kapcsolatba, vagy talán októberbe, a Kővári Laci révén, aki kezdettől fogva, ugyanis én január körül ismertem őt meg, és kezdettől fogva kapacitált engem, hogy a DXM milyen nagyszerű, és jöjjek, és milyen remek termékek, és na, szóval tudod, ez a kedves invitálás. Hát persze nem azért, mert most itt kéretem magamat, de én abszolút nem éreztem magamban ilyen erre vonatkozó valami vénát, hogy én ebbe belefogjak. De aztán a Laci addig, amíg januártól, hát novemberig eljutottam oda, hogy na jó van, próbáljuk meg. Azért mondhatom még, vagy már túl sokat? Mondhatod, persze. Még azt akartam megkérdezni, hogy ezek szerint akkor a termékek úgy látszik, hogy bizonyítottak nálad is, hogy ez jó. Igen, pont azt akartam mondani, hogy akkor volt egy termék, ami nagyon jó hatása volt az én régóta meglévő köhögésemre. Tudod, ez egy ilyen szár, szóval kellemetlen köhögés volt, amely bármikor és bármilyen helyzetben és társaságban és akárhol előjött, és nagyon kellemetlen volt, és akkor jött ez a Cordyceps, amit hát elkezdtem enni, inni, és akkor az nagyon jó hatással volt rám, szinte megszűnt a köhögés. Na, akkor ezen felbuzdulva, akkor mondtam a Lacinak, hogy na jó, akkor igen, én is. Vágjunk bele. és akkor itt kezdődött körülbelül, mondom, október-november körül. Elvira, azt szeretném kérdezni tőled. Én tudom, hogy egy hölgytől nem illik megkérdezni a korát, és tudom, hogy a hölgyek mindig 18 évesek plusz áfa, de te mióta vagy fiatal? Ide figyelj, most nem tudom, ez hogy kérdezed, de nagyon jó. Hát ne, most nem akarlak olyan helyzetbe hozni, hogy azt mondjam, hogy te azt nagyon jól tudod, hogy én hány éves vagyok, ezt majd kisöpröd, ha gondolod ezt a válaszomat, de hát most mondjam meg, hogy hány éves vagyok. Hát én kíváncsi vagyok rá, igen. De te nagyon jól tudod. Én úgy tudom, hogy 80. Megmondom. Persze megmondom, mert nem titok. Mert nem titok, és különben is inkább büszke vagyok rá, mint sem, hogy nagy titkolózásba fogjak. Tehát 39-ben születtem, olyan idős vagy, mint az édesapám. Így aztán 82 éves vagyok. Hát éppen azt akarom mondani, hogy mi itt az MLM-ben azt szoktuk mondani, hogy tényleg, mint egy indián főnököt, annyira szoktuk tisztelni azokat az idősebb embereket, akik elérnek bármit is, és ez egy óriási dolog, és tiszta szívből gratulálok neked, és igazi példakép vagy nagyon sok embernek, hogy íme meg lehet csinálni ezt, nem csak 20 évesen, hanem így később is. Meg örülök, hogy elmondtad, köszönöm szépen. Kinek mondtad el először azt, hogy ezt a szintet elérted, vagy elmesélted-e valakinek? Hát persze, elmeséltem a fiamnak, az unokámnak, bár ők egyáltalán, szóval nagyon nagy visszautasítással álltak ennek, mert azért próbáltam én őket ide bevonni, de hát aztán nem. Na mindegy, de mégis nekik mondtam el, mert ők álltak hozzám a legközelebb, és igen, hát nekik. Ennyi. Szuper, és megjutalmaztad magad valamivel esetleg? És akkor utána elmentünk egy ilyen kis szűk családi vacsorára. Most nem akarok reklámot csinálni annak a szadai étteremnek, de az egy nagyon-nagyon jó étterem. És oda mentünk egy ilyen szűk családi vacsorára. Ennyi volt a Nagyon szuper. Egy kérdésem van még mindenképpen,
hogy nem tudom, gondolkoztál-e már ezen, hogy mit mondanál az embereknek, hogy miért érdemes hozzá csatlakozni? Hát igen, tudod, ez mindig felmerül, amikor egy új emberrel kezdek kapcsolatot, mert hát igen, azért erről illik, meg hát kell is neki valamit mondanom, hogy miért érdemes. Hát én igen, hát ismerem magamat, persze, hogy ne ismerném, és akkor elmondom neki, hogy bízzon meg bennem, mert én egy abszolút becsületes, és a DXN kínálatát nagyon-nagyon, hogy mondjam, szóval nagyon szívesen ajánlom, és nagyon-nagyon megbízhat bennem, mert amit ajánlok, az, és amit elmondok a termékekről, az hiheti és elfogadhatja, mert az biztos, hogy úgy van, és hogy hasznára válik. Mindenképpen megkérdezem ugye, hogy van-e valami konkrét baj, amire szeretné. Akkor megmondja, akkor választom neki azt, ami neki megfelelő. Hát így. Jó, köszönöm szépen, nagyon gratulálok még egyszer a címhez, gratulálok a munkatársaidhoz is, mert mivel a én csapatomban vagy a mi csapatunkban tartozol, tudom, hogy vannak nagyon igen, szolgalmas, nagyon ígéretes munkatársaid, és még egy kérdésem van, hogy meddig látsz el? Tehát látod-e a következő szinteket? Van-e benned indítatás, hogy elérje akár egy gyémánt szintet? Persze, figyelj, de indítatás az van, mert az jó. Igen, az van. Csak hát, most mit mondjak, indítatás van, szívesen csinálom, kicsit homályosan látom a következő lépcsőfokot, homályosan. Szóval most annyira, hogy mondjam, hát leállt, vagy én nem csinálom jól, vagy nem elég lelkesen, vagy nem tudom, de most valahogy nem megy. De majd veszek egy mély lélegzetet, és biztosan, hogy menni fog továbbra is. Tudod, tényleg az a tapasztalat, hogy ez nem egy lineáris dolog, hanem ennek benne vannak hullámvölgyek, hullámhegyek, tehát ez teljesen természetes. Emiatt nem szabad elszomorodni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok neked. Nagyon kedves voltál, igazán kellemes volt az egész beszélgetés. Örülök. Köszönöm a biztatást is. Jó. Szia. Akkor befejeztük.